Hunyadi János halálát követően a család hírnevét és vagyonát két fia, László és Mátyás vitte tovább. 5. László király immár teljes uralkodói jogkörével élve visszakívánta venni a Hunyadi János kormányzósága idején szerzett királyi jövedelmeket, azonban a Nándorfehérvárra küldött királyi követet, aki a király nagybátyja volt, Hunyadi László megölette. A király válaszul perbefogta Lászlót, majd kivégeztette. A monda szerint olyan sűrű haja volt Lászlónak, hogy első csapásra nem tudták lefejezni. Mátyás börtönbe került, ám 5. László váratlan halálával az 1458-ban tartott rendi országgyűlés Mátyást királlyá választotta. Ez fontos, mivel ez az első alkalom, hogy úgy lesz valaki magyar király, hogy a rendek választják meg annak, és nem azért lesz király, mert esetleg az előző uralkodónak rokona örököse lett volna. Első Mátyás hadban állt a törökökkel, a csehekkel és a Habsburgokkal. A törökök elleni hadjáratban a déli határ megvédését tűzte ki célul, és nem elég, hogy elfoglalta Szabácsvárát, de a kenyérmezei csatában Bátori István és Kinizsi Pál vezetésével győzelmet arattak. Miután befejeződött a végvári rendszer kiépítése, Mátyás a haderejét főleg a csehek elleni háborúskodásba irányította, hiszen igényt tartott ő még a cseh trónra is, mivel első felesége cseh uralkodói családból származott. Új területeket hiába szerzett, a koronát nem kapta meg. Hódításai során elfoglalta Bécset is 1485-ben, így a Habsburgok számára is kemény kihívást jelentett. Az egész háborúskodást zsoldosokkal tudta megoldani. Ők fizetségért harcoló katonák voltak. Mátyás zsoldos seregét nevezték Fekete Seregnek. A 10 000 fős sereg fenntartására bevezette a rendkívüli hadiadót, amit egy drágább hadjárat esetén egy évben akár többször is beszedtek. Átnevezett és átértelmezett eddigi adókat. A kapuadó helyett füstpénzt kellett fizetni. Vagyis nem a telekhez tartozó kapu után, hanem a telken levő házak kéményei után kellett befizetni az adót. A hivatalok élére pénzügyi szakembereket nevezett ki, uradalmának középpontjában a tudományok és a művészetek pártolása és megbecsülése fontos szerepet töltött be. Budán létrehozta a Corvin könyvtárat, a könyvei voltak az úgynevezett Corvinák. A Corvus egyébként azt jelentette, hogy holló, ami a Hunyadi család címerállata. A családtagok neveinek latinos változatában is a vezeték név Corvinként szerepel sokszor és nem Hunyadiként. Az udvarban az ételek között a főfogás mindig húsétel volt, ezeket egzotikus fűszerfélékkel és zöldségekkel, gyümölcsökkel, sajttal, vajjal bolondították meg. Leginkább borsot, szegfűszeget, sáfrányt használtak fűszerként, inni pedig bort ittak. Ebben az időszakban óriási divat volt a legdrágább ivóeszközből inni, az üvegpohárból. Mátyás életéről egy olasz történetíró, Bonfini írt, akit az uralkodó maga bízott meg azért, hogy híre és neve fennmaradjon az utókornak.